A Tolnai Dunaparton lévő Altaripa Szabadidő Parkban kérdeztük Lány Antalt a kivágott fákról, illetve a még meglévő állomány állapotáról. A kertészmérnök feladata többek között a fák állapotának felmérése a város közterületein, illetve a telepítések terveit elkészíteni. Ez egy túlkoros nyárfa utóéletét és a miértjét kell megmagyarázni jelen pillanatban. Ez a fa ez elérte a vágáskorát már tíz évvel ezelőtt. 2021-ben készült róla egy szakvélemény, hogy ki kell vágni, mivel a faágak korhadnak, és tőrothadás is meglátszott a egyeden. Tovább nem tudtunk vele várni, a kivágása most történt meg múlt héten. Egy egészséges nyárfa úgy 25 éves korára vágás érett. Az utóbbi kivágott fa esetében egy körülbelül 50 éves beteg példányról beszélünk, mely belseje korhat volt, ami a felvételeken is jól látható. Ez itt található filagóriának a tetejére már több alkalommal szakadt rág, rá és jelen pillanatban olyan beteg volt a fa, hogy veszélyeztette volna az itt játszó gyerekeknek a az életét is. A parkban kivágott fák javarésze pótolva lett, a múlt héten kivágott fa helyére egy mecsek típusú gömbkör is került tavasszal. A hivatal fontosnak tartja, hogy a tolnai polgárok szép környezetben tudjanak időt tölteni a vízparton kialakított ligetben. Sajnos a lakosok által elkövetett vandalizmus is jelen van, ami után szintén Klein Antal és kollégáinak a feladata a karbantartás, illetve a károk helyreállítása. Beszélgetésünk alatt a parkban rámutatott egy fasorra, mely sorsa szintén a kivágás lesz. Villamos távvezeték miatt a Zeon évenként csonkol, ahogy nőnek a fák, úgy vágják ki a biztonsági e méreteknek a megtartása véget. Ezért ezek a fák is már külpontosak, egy nagyobb viharba ki fognak dőlni. Előbb-utóbb ezeket is ki kell vágjuk. A szakember elmondta azt is, hogy nem csak előre tervezhető feladatokat oldanak meg, hanem néha hirtelen történő helyzetekkel kell, hogy szembenézzenek és kezeljenek.